6. ének. Szépen süt le a hold nagy falu tornyára, gyepszélen fejérlik Toldi Lőrinc háza. Hát a megett annak nagy gyümölcskert zölddel, mely fölérne holmi alföldi erdővel. Kertre nyílik a ház egyik ajtócskája, ott van Toldinénak a hálószobája. Rozmarin bokor van gyászos ablakában, a körül leskődik a fiú magában. Farkasait Miklós, amint odaére, letevé a kertnek harmatos gyepére. Ő meg, mintha lopni jönne lábúj hegyen, édesanyja záros ajtajához megyen. Soká hallgatózik, mindenütt hiában, mert csak egy szú perceg a szemöldök fában. Zörgetne is, nem is. Bátorsága nincsen, csak úgy tétovázik keze a kilincsen. Ennyi, hát hol járhat most ez a félsz benne? Máskor a sárkánnyal is birokra menne. Édesanyját félti, igen, igen, nagyon. Nehogy az örejre szörnyen felriadjon. Az is megeshetnék, hogyha így fölverné, ablakát, ajtóját megnyitni se merné, hanem zajt csinálna hangos sikoltással, stán nem is tudnának szólni majd egymással. Azért a két farkast fölveszi vállára, elkerül a háznak másik oldalára. Minden élő állat elpihent ott, kintben. Még csak a kutyák is alusznak egy színben. Nyitva áll az ajtó. Látszik a György ágya. Hosszú fehérkendőt terít a holdrája. Alatta pedig len a ház ereszének őrálló legényi sorban heverésznek. Minden alszik. Miklós sem tétováz sokat, küszöbre fekteti le a farkasokat. Aztán a lándzsákat a kezébe kapja, melyek a fal mellé voltak támogatva. Őrállók ruháit földre szegzi vélek, hogy ne kelhessenek majd, mikor kelnének, s bemegy a szobába. Jaj, most Toldi Györgyöt, ha még el nem vitte, elviszi az ördög. Ott lesi Miklós a szúnyogháló mellett, Györgyből miképp hortyog kisbe a lehellet. Egy marokszorítás, s ha száz lelke volna, mégis elhallgatna, többet nem horkolna. De Miklós elkezdi. No, megölhetnélek. Megérdemelnéd, ha rávinne a lélek, hanem most egyszer nem leszek ártásodra, csak hogy itt is voltam, azt adom tudtodra. Azzal a két farkast az ölébe vette, az öreg nyoszolya szélire fektette. Így beszélve nékik, tente, tente szépen, a testvér bátyátok fekszik itten éppen. Maga pedig ment a benyíló szobába, melyben asztalnál ült anyja gyászruhába. Asztalon két öklét egymásra fektette, búbánatos fejét arra eresztette. Hasztalan leskődött ott az édes álom, nem bírt által törni a szomorúságon, és utoljára is csalással ejté meg, köntösét elkérte a hideglelésnek, úgy furá magát be tarkójába hátul, futkosott sarkáig s vissza a sarkától, összezsibbasztotta, megrészegítette, ennyibe került, míg elszenderíthette. Még így sem sokáig tartott szunnyadása, elrebbenté Miklós csendes kopogása. Felriadt az asszony, mihelyt meghallotta, de Miklós előre így bátorította. Édes anyám asszony, ne féljen kegyelmed. Nem hozok a házra semmi veszedelmet. Jól lehet, hogy éjjel járok, mint a lélek, de ha nappal jönnék, tudja, megölnének.
Nem is félt az özvegy, amint ezt hallotta. Karjával a fiát által szorította. Egy fillér kis darab, de annyi hely sincsen, hová az orcáján csókvetés ne hincsen. Jaj, hát látlak ismét. Be sose gondoltam. Majd kétségbe estem. Érted, majd megholtam. De Istenem, minek beszélek olyan nagyon. Bátyád urad itt a másik házban vagyon. Ennyit mondott anyja, többet nem is szólna, ha mindjárt a széles hortobágyon volna. Ott is úgy ölelné, szíve elfogódnék, szája hosszú némacsókra kulcsolódnék. Érzi Miklós, hogy mint reszket az ölében, tán lerogyna, ha ő nem tartaná szépen. Pedig ő is szörnyen megvala indulva, nem is felelt mindjárt, csak jó idő múlva. Tartani akarta magát, de hiába. Mintha tűt szúrnának orra cimpájába, vagy mintha alatta reszelnének tormát, tekerő nyilallást érze, olyan formát. Megáradva hull a könnye két szemének az ábrázatjára kedves szülőjének, s mint mikor két hegyről összefut a patak, a kétféle könnyek egybe szakadtanak. Végre szívét Miklós megkeményítette, szemét anyja őszes hajához értette. Összeszedte magát fölegyenesedvén, valahogy erőt vett réni való kedvén, és szólott anyjához következő szókkal. Hagyjon fel kegyelmed kicsinyék a csókkal, szakmány módra van rám mérve minden óra, jöttem kegyelmedhez búcsúvevő szóra. Nem remélem, hogy itt maradásom legyen. György miák, itt Isten akárhová tegyen. Végre még gyilkosa lennék, attól félek. Nem, az sosem leszek, arról nem beszélek. Hanem annyit mondok, ne busuljon kelmed. Vesse ki szívéből azt a nagy félelmet. Nem azért megyek el, hogy vissza ne jöjjek. Hiszem a teremtőt, még addig nem öl meg. Nagy erőt érezek mind a két karomban. Nem vesztegetem azt szérűn és malomban. Édesapámnak is hallám vitézségét, át csak én gyaláznám meg a nemzetségét. Felmegyek Budára bajnok katonának. Mutatok valamit ottan a királynak. Olyat, ami nem lesz bátyám szégyenére, sőt, irítség miatt megszakad a lépe. Azért szépen kérem, édes anyámasszony, soha se aggódjék, soha se sirasson. Aki meg se halt, még minek azt siratni, mikor a halott sem fog halott maradni. Többet is beszélne még a szülőjének, ha az ebek alant nem üvöltenének, de mihelyt ezt hallá, mindjárt észrevette, hogy imént egy dolgát balgatagul tette. A kutyák haragját nem egyéb okozta, hanem hogy a farkast az udvarba hozta. Már most felugatják ezek a cselédet, azért csak rövidre fogta a beszédet. Nincs időm továbbra, hogy maradjak itten. Kegyelmedet pedig áldja meg az Isten, áldja meg az Isten. Ezen a világon, még a másikon is. Szívemből kívánom. Áldjon meg! Áldjon meg! Anyja eddig mondta, hogy ki áldjon, vagy kit, azt csak úgy gondolta. Tudta, hogy az, aki a szívet vizsgálja, minden kívánságát bennem megtalálja. Hát, mikor melléről elszakadt a gyermek, kínját elbeszélni nyelve nincs embernek. Lelke volt talán a lánc közöttük, aki nem kikapcsolódott, tövestül szakadt ki. A kutyák azonban nyíltak és szűköltek, csúnya üvöltéssel az ajtóig jöttek, feltápászkodtak a szolgák üggyel bajjal, Györgyet is fölverték a fertelmes zajjal. Ki járt itt? Mi járt itt?
Így óbégatának, hogy a két farkassal reálkodának. Ez a Miklós dolga, ezt más nem tehette. Utána, ilyen szette vette. S mint mikor egy fészek lódarás fellázad, olybá képzelhetni most az egész házat. Bugdosnak egymásban a széles tornácon, futkosnak szanaszét gyalog vagy lóháton. Merre vagy hová fut, azt egyik sem tudja. A bolondok útát jobbra-balra futja. Végre György úr őket összeszidva rútul, megy elül, s a többi mind utána zúdul. Hajjai az özvegye vadászi lármát, kürtölést, kurjantást, kopók csaholását. Hajja, mint kiáltják, elébe, s tudja ki elébe, hogy Miklós elébe. Nem, ezt ő nem hallja. Eltüntén fiának, gyönge láb inai megtántorodának. Lehanyatlott szépen a megvetett ágyra. Isten tudja, meddig tart az ájulása.